Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kiemelten ellenőrzik a zebrákat a rendőrök, minden harmadik gázolás gyalogos átkelőhelyen történik. Elismerték a szolgálatot, átadták az év szekszárdi rendőre díjakat. Járvány idején több a szemét, a szekszárdi hulladék szállításért felelős szolgáltató azt állítja, hogy ura a helyzetnek. Hullancs szezon, egyre többen kérnek védőoltást a vérszívó által terjesztett betegségek ellen. Kiemelten ellenőrzik Tolna megye városainak forgalmas zebráit a rendőrök. Az akció célja felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon évente több mint 2500 gyalogos gázolás történik, amiknek nagyjából a harmadánál zebrán ütik el a járókelőket. Szabályosan a biciklit tolva ment át ez a kerékpáros a zebrán. Ez a másik biciklis viszont nem szállt le, ő szabálytalan volt. A rendőrök figyelmeztették is. Csütörtökig ugyanis kiemelten ellenőrzik a zebrákat és azok környékét. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság zebra terv elnevezéssel balesetmegelőzési kampányt hirdetett 2020. május 12 és 14-e között. Az akció célja a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek, a gyalogosokra felhívni a figyelmet. A rendőrök Tolna megye valamennyi városában kiemelt figyelmet fordítanak a zebrán közlekedőkre. Nem csak gyalogosan, civil autóból, kamerával is figyelik a szabálytalankodókat. Bírságot ugyan most nem szabnak ki senki ellen, felszólítani viszont sokakat kell. Magyarországon évente nagyjából 2500 gyalogos gázolás történik, ezeknek közel a harmada zebrákon. Tolna megyében idén eddig 3 embert ütöttek el autóval, 2 közülük súlyos sérüléseket szenvedtek. Átadták az év szekszárdi rendőre díjakat. Az önkormányzat elismerését 2 hivatásos rendőr vehette át, valamint a Szőlőszem mozgalom is díjazott egy egyenruhást. Átsezső szekszárd polgármestere azt mondja, fontos, hogy évről évre elismerjék azok munkáját, akik a helyiek biztonságáért dolgoznak. Az év szekszárdi rendőre díjat veszi át Kovács Marian Ács Rezsőtől, a város polgármesterétől. Az őrnagyként dolgozó rendőrnő a közrendvédelmi szakterületen végzett munkájáért kapta az önkormányzat elismerését. 24 éve, amit itt a rendőrségen töltöttem, annak a méltó megkoronázása ez a jutalom, úgyhogy hatalmas motiváló erőt ad nekem a közeljövőre nézve. És hát nagyon örülök neki természetesen. Márton Róbert rendőrőr nagy a szekszárdi rendőrkapitányság nyomozó alosztályát vezeti. Ő a bűnügyi szakterületen végzett munkájáért vehette át az elismerést. Az elismerések mindig egy időszaknak a lezárását jelentik, és egy újnak a kezdetét. Ez az új kezdet, ez mindig egy töltettel indul ilyenkor. Nyilván mindenki szerintem ezt így éli meg. Nekem is ez egy jó leső érzés. Szekszárdon hagyomány, hogy az önkormányzat mellett a helyi Szőlőszem Egyesület is minden évben díjaz egy rendőrt. Idén az elismerést Balázs Bálint kapta, aki 2004 óta dolgozik a szekszárdi rendőrkapitányság hivatásos állományában. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, fontos, hogy minden évben elismerjék azok munkáját, akik Szekszárd lakóinak biztonságáért dolgoznak. Odafigyelünk azokra az emberekre, akik itt dolgoznak, akik tesznek a közét, akár csak hivatásszerűen is. És az időnként meg kell állni és azt mondani, hogy köszönjük szépen, ezt a munkát mi szeretnénk elismerni, nem csak annyit végeztek el, amennyi éppen kell ahhoz, hogy a mindennapokat valamilyen formában meg tudjuk élni, hanem kicsit többet tesztek hozzá. Szekszárdon az év rendőre díjazottjait a város polgármestere minden évben a helyi rendőrkapitányság vezetőjével egyeztetve választja ki. Az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője a rendőrség napja alkalmából szakterületén huzamosabb időn keresztül nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, soron kívül rendőr alezredessé léptette elő Wiesner Csaba rendőrőrnagyot, a szekszárdi kapitányság tolnai rendőrőrsének parancsnokát. Wiesner Csaba azt mondja, a tolnaiak vegyes érzelmekkel fogadták a koronavírus járvány megfékezésére kiadott rendelkezéseket. A vírusjárvány új feladatokat hozott az őrs életébe, melyet a parancsnok megítélése szerint sikerrel teljesítettek. Rengeteg nyitott kérdés volt, amit próbáltunk ugye megválaszolni, mi lesz, ha, és végül is az élet hozta a megoldásokat, és úgy gondolom, hogy a tolnai járás ez idáig helyt állt a koronavírussal kapcsolatos védekezéseknek.
Szeptember végére elkészülhet a szekszárdi uszoda, ez az új határidő, amit a kivitelező is vállalt, mondta Kerekasztal című műsorunkban Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. A kormánypárti politikus úgy látja, példaértékű, ahogy Szekszárdon a koronavírus járvány miatt hozott óvintézkedések idején Ács Rezső polgármester és a hivatal megszervezte a védelmet, valamint az idősek és rászorulók segítését. Horváth István szerint az is nagy eredmény, hogy ebben az időszakban a polgármester, az állami beruházó MBSK ZRT és a kivitelező megegyeztek a sportuszoda befejezéséről, ami a szeptemberi úgynevezett uszoda szezonra el is készülhet. Ez most nem egy ilyen politikai eszköz vagy termékként szerepelt a döntéshozatalban, hanem felelősségteljes döntés volt a átsérő polgármester úr részéről, úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy most így rendeződött az úszának a kérdése. Nyilvánosságra hozza a Szekszárdi Sportközpont igazgatója Malomsoki Krisztián pályázatát pénteken délben a helyi városvédők elnöke. Szabó Balázs azt mondja, hiába kéri már hetek óta, hogy az igazgató pályázata legyen nyilvánosan hozzáférhető, eddig semmi nem történt az ügyben. Pedig, mint fogalmazott, az általa megszerzett és problémásnak tartott irat hemzseg a helyesírási hibáktól, ezzel pedig szerinte igazolja, hogy Malomsoki Krisztián alkalmatlan a sportközpont vezetésére. Bár extra kukákat nem rendeltek Tolna megyében a helyiek a megnövekedett hulladék miatt, de előfordult, hogy a szolgáltatónak többször kellett fordulnia a sok szemét miatt Szekszárdon és környékén. Az Aliszka Terránál úgy látják, elsősorban a kommunális hulladék mennyisége nőtt, mintegy 15-20%-kal. Felborult, kirohadt aljú kuka, el nem szállított fenyőfa május közepén Szekszárd központjában. Ezeket a felvételeket egyik nézőn készítette a Tolnai megyeszékhelyen. Rendszeresen érkezik televíziónkhoz olyan jelzés, hogy tele vannak a szemetesek. A járvány idején ez még inkább így van, mivel a home office és a digitális oktatás miatt a kommunális hulladék mennyisége is megnőtt. Szabó Antal, az Aliszka Terra ügyvezető igazgatója azt mondja, nem kértek tömegesen plusz edényeket Tolna megyében, de azt ők is tapasztalták, hogy több lett a szemét, mint egy 15-20%-kal. Jelentős mennyiségben megnövekedett a lakossági hulladék mennyisége tekintettel arra, hogy az emberek általában otthon vannak bezárva, ezért a hulladék nem máshol keletkezik, hanem otthon. Minden esetben a szükség szerinti plusz járatok beindításával, illetve külön járatokkal hordtuk el azokat a hulladék mennyiséget, amit egyébként a járatok nem tudtak kezelni. A vezető tájékoztatása szerint elsősorban az élelmiszerekből származó hulladékból, csomagoló eszközökből, üvegekből és műanyag flakonokból került több a kukákba. Szabó Antal azt mondta, ha a helyiek vagy a közterület felügyelők jelzik, hogy egy-egy területen hulladékhegyek alakultak ki, lehetőségeik szerint azonnal intézkednek és igyekeznek elszállítani. Az ügyvezető kitért a kukák állapotára is. Elismerte, hogy gyakran javításra szorulnának, ám, mint mondja, nekik kihelyezett edényeik nincsenek. Vagy bérbeadják azokat, vagy a lakóközösség tulajdonában vannak ezek a kukák. Szabó Antal hozzátette, a közös képviselő feladata az edény állapotának ellenőrzése, a hibás kukák megjavítatása. Az Aliszka Terra a javító cég elérhetőségének megadásában tud segíteni a közös képviselőknek. De ez a kapcsolatfelvétel, és így a kukák javítása is sok esetben késik. Igazából a nagy gondot az okoz, hogyha nagy súlyú a hulladékgyűjtő edény, mert egyszerűen a munkatársaink nem bírják megemelni, hogyha például a kereke hiányzik, vagy befékeződött és mozgathatatlanná válik. Ilyen esetben közeljövőben idáig ez a gyakorlat nem volt meg, de egy piros matricát fogunk ráragasztani a tetejére az edénynek, amiben felhívjuk a figyelmét a használóinak arra, hogy meghibásodott. Egy telefonszámot is megadnak, amin lehet jelezni a problémát. Az Aliszka Terránál egyébként 86-an dolgoznak, ezt a létszámot nem kívánják növelni a jövőben, mert el tudják látni a feladataikat. Épp a múlt héten vettek fel két új embert, Szabó Antal azt mondja, könnyebben megy a munkaerő felvétel, mint valaha. A szekszárdi központú céghez is hetente legalább két önéletrajz érkezik, míg korábban sokáig nem találtak embert a pozíciókra. Pénteken drágul a benzin és a dízel is a hazai kutakon. A benzin 3, míg a gázolaj 8 forinttal literenként. Előbbi üzemanyag ára így átlagosan 319, míg utóbbié 332 forint lesz. Legutóbb szerdán nőttek az üzemanyag árak. Egyre többen kérnek védőoltást a kullancsok által terjesztett betegségek ellen,
Ezt tapasztalják a gyermekorvosok. A vérszívók, amikből jóval több van, mint 10 éve, nem csak az emberre, hanem a házi állatokra is veszélyesek. Az enyhe tél pedig kedvezett az elszaporodásuknak. Szokatlanul enyhe telünk volt, ami nem csak a rákcsálók, kártevők, hanem a kullancsok elszaporodásához is vezetett. A szakemberek azt mondják, a vérszívókból több van, mint egy évtizede. Ráadásul már nem csak erdőn, mezőn kell rájuk számítani, hanem a kiskertekben, parkokban is. Bincsó Évához, szexádi gyermekorvoshoz is rendszeresen fordulnak tanácsért szülők a kullancsok miatt. Minden második kullancs hordozhat az ember számára veszélyes kórokozót, legismertebb megbetegedés a Lyme-kor és a vírusos agyvelőgyulladás. Ez utóbbi ellen oltással is védekezhetünk. Fontosnak tartom, hogy ezt megkapják akár a gyerekek, akár a felnőttek. Általában úgy van, hogy van egy alapoltás, ami 3 részből áll. Megkapja 0 időpontba, 1 hónap múlva és 1 év múlva. Persze van ennek egy gyorsított változata is, de ezt nem nagyon javasoljuk, mert azért kell egy idő, mire az ellenanyagok képződnek a vérben, és akkor utána 3, majd 5 évente kell újraoltani. Tehát ezt folyamatosan frissíteni kell a szervezetet. Ám a kullancs több mint 10 betegséget terjeszt, és ellenük nem véd ez a védőoltás. Jelentette ki Kapiller Zoltán állatorvos, a Magyar Kullanc Szövetség elnöke, aki azt is elmondta, miként lehet a kutyákat, macskákat megvédeni a kullancsok okozta megbetegedések ellen. Ugyanez az igazság a kutyákra nézve is, ott nem a kullancsenkefalitis okoz óriási problémát, hanem a Lyme-kor. A kutyák esetében van Lyme-kor ellen védőoltás, azt tanácsosan 4 lábú szeretőknek beadatni. A szakember azt tanácsolja, túra vagy épp kertészkedés előtt érdemes lekezelni magunkat és állatainkat kullancsriasztó készítménnyel. A kirándulás során a vad etetőket, vad itatókat kerülni kell, mert ott fokozott a kullancsveszély. 1-1,5 óránként kell átvizsgálni magunkat, hogy van-e kullancs csípésünk. Ha találunk magunkban, a patikákban kapható kullancs eltávolító kanállal érdemes azt eltávolítani. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Lélegeztetőgép a repülőgyárból, pécsi fejlesztés a járvány elleni védekezésben. Egyedi szájmaszkokra lehet licitálni, alapítványt támogatnak a bevétellel. Tovább fejleszt Somogy, 3,6 milliárd területfejlesztési forrás érkezik a megyébe. Mérnöki leleményesség, olcsóság, gyorsaság, valamint segítő szándék. Röviden ezek azok az alapvető hozzávalók, amik a pécsi lélegeztetőgép megszületéséhez kellettek. A fejlesztők néhány hét alatt állították össze az emberéletek megmentésében fontos szerepet játszó eszközt, amihez könnyen beszerezhető alkatrészeket használtak fel. A gép elsősorban az elmaradottabb országokban segíthet a koronavírus miatt gépi lélegeztetésre szoruló betegeknek. Így működik a Pécsen kifejlesztett lélegeztetőgép, amit 6 hét alatt raktak össze egy repülőgépgyártással foglalkozó üzemben. A cél az volt, hogy rövid idő alatt olcsó, jól működő készülék szülessen. A gép kereskedelmi forgalomban is kapható egyszerű alkatrészekből épül fel. Szem előtt tartottuk az egyszerűséget és a robusztusságot. 3D nyomtatott szerkezet adja a gépnek a pumpavázát. A gépünk az mechanikai elven állít elő túlnyomást, és ezt egy szelep, illetve csővezetékrendszeren keresztül juttatja el a beteg tüdejébe. Ezen az egyenirányító szelepen szívja be vagy a környezeti levegőt, vagy a tetszőleges összetételű orvosi gázelegyet. A vezérlőegység segítségével a beteg egyéni igényeinek megfelelően lehet beállítani a lélegeztetést, mondja a fejlesztő mérnök. Jelenleg az engedélyeztetési klinikai kipróbálási időszakban vannak, ami még 1-2 hetet vesz igénybe. Ezután kezdődhet a gyártás és a készülékek kiszállítása a kórházakba. A fejlett, jól felszerelt, modern európai egészségügyben nem biztos, hogy hosszú távon a mi gépünk lesz a megoldás. Ez inkább komoly veszélyhelyzet, válsághelyzet esetén tud életben maradást biztosítani a betegeknek, de igen, vannak a lehetőségünk adott ahhoz, hogy a gyártósor itt fölépüljön, hogy összeálljon hozzá, és itt történjen neki az összeszerelése, gyártása az eszköznek.
A lélegeztetőgép nagy segítség lehet például a kevésbé fejlett országokban, ahol rosszabb ellátás van, de hiányzó eszköz pótlására is alkalmas akár hazai intézetekben. Egy gép egy beteget lát el, ára pedig az alkalmazott alkatrészeknek köszönhetően 1 millió forint alatt van, szemben a nagy egészségügyi műszergyártók több 10 milliós termékeivel. Egy jótékonysági aukció keretében egyedi maszkokra lehet licitálni május 20-áig. A teljes összeget a Vari Maszkot mozgalom szervezői és önkéntesei a Nevetni Kék Alapítványnak ajánlják fel. A jótékonysági licithez ismert pécsi színészek, művészek, sportolók és hétköznapi hősök is csatlakoztak. Úrik Dóra Kossuth és Lisztdíjas érdemes művész a Pécsi Balett ügyvezető igazgatója számára készített stílusos, karakteréhez remekül illő, fekete-fehér toldíszes maszkra is lehet licitálni a Vari Maszkot mozgalom akciójában. Megkeresett egy kis hölgy, aki kérte, hogy készítsünk egy fotót, azért, hogy ezt a bizonyos kampányt segítsük. Én úgy gondolom, hogy minden, ami rajtunk van, az egy jelzés. Jelzés, hogy én vigyázok magamra, te is vigyázz magadra, és vigyázz rám. De Blázió Domenico is szívesen csatlakozott a felhíváshoz. Számára egy cápafogas és egy feliratos maszkot készítettek, ezekre is licitálhatnak az érdeklődők. Én bízom benne, hogy ezt a két maszkot, amit én felpróbáltam, jó sok pénzért lehet majd elárverezni, és sok olyan maszk készülhet belőle, ami olyan személyekhez kerülhet, akik a munkájuk miatt gyakorlatilag egész nap kell, hogy hordják a maszkokat. Az ötlet Kozarics Viktor pécsi esküvői ruhatervező fejéből pattant ki. Ő 8 hete kezdte el ingyenes gyerek és felnőtt szájmaszkok varrását. Felhívására 30 varrónő és további sok-sok önkéntes jelentkezett, így már több mint 8000 maszk készült el. A kreatív maszkok készítésének ötlete is tőle származik. Gondoltuk, hogy megkeresünk olyan embereket, akiket Pécsen ismernek, szeretnek, és azokat az embereket, akiknek muszáj volt dolgozni. Például egy boltosnak, vagy egy beteg taxisnak, vagy egy taxisnak, vagy egy gyógyszerésznek, aki nem maradhatott otthon, és őket is sikerült magunk mellé állítani, és igazából már az ő szakmájukhoz, vagy az ő jellemükhöz készültek ilyen különlegesebb maszkok. Molnár Csilla elsőként jelentkezett, hogy ingyen szájmaszkokat var, és ezzel segít a rászorulóknak. Most éppen a Baranya megyei Gyermekvédelmi Intézet részére készít szájmaszkokat. A gyerekmaszkokra arra figyelünk, hogy minél vidámabb legyen, vagy hát avval a fejjel gondolkodni, hogy a gyerek mit húzna fel igazából. Tehát elmentem, megvettem az anyagot, és megpróbálok az én unokáim fejével gondolkodni, hogy igazából mit vennének föl. A felnőtt maszkok meg szerintem minél egyszerűbb, én azt gondolom, mert nem mindegyik felnőtt szereti azt, hogyha kirívó ez a maszk. Én szeretem. A projekt keretében összegyűlt összeget a Nevetni Kék Alapítvány számára juttatják el a szervezők. Közel 3,6 milliárd forintos pályázati pénz érkezik Somogyba a településfejlesztési operatív program keretében. Nyimközség például 165 millió forintot nyert csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére. Ezzel megszűnhet a nagyobb esőzések által okozott fenyegetettség a településen. Ugyanállam, hogy a szomszédnál ilyen partódal volt már. Most már azt is le vannak szántva, ugye folyamatosan történik, csúszik a hegyoldalma, de lánszolva lefele. Azzal meg nem tud senki semmit csinálni. Ez az egyik oka annak, hogy Nyimben úgy döntött a település vezetés, pályázni fognak a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére. Emellett a község elhelyezkedése miatt is szükségszerű lenne a fejlesztés, hiszen egy völgyben fekszik, és így minden víz lezúdul a településre. Többször Viszmajort kellett benyújtatnunk ahhoz, hogy ezeket rendezni tudjuk. És tehát tényleg a lakosság szempontjából voltak olyan házak, amiben betört a víz és az iszap, és lapátolni kellett ki az iszapot onnan, úgyhogy nagyon égető volt. Persze az összes problémát nem lehet az összegből megoldani, mondja a polgármester. A most elnyert 165 millió forint azonban elegendő arra, hogy a leginkább veszélyeztetett területeken kiépítsék a csapadékvíz elvezetést. Állandóan a kertolját elviszi, Ugyanúgy, ahogy van víz, mindent. Abban nem tudunk semmit se kezdeni. Paskáik évente többször is menekítik ingóságaikat, ha jön a víz. Az a baj, hát ugye 2-3 szomszéd a főjebb, meg lejjebb is, ugye elég nagy gondok vannak, amikor nagyon nagy eső van. Akkor visz minden. Szabályosan áll az udvarunkba a víz,
kutyát, jószágot, mindent menteni kell, szinte már 15-20 centi víz folyik át az udvaron. És ugye ez a lefele érintő házakat is ugyanúgy mossa folyamatosan, hogy akármilyen alap van, tégla, ház, beton, teljesen mindegy, visz mindent. A több mint 165 milliós beruházás a tervek szerint idén ősszel kezdődhet majd meg, és a tervek szerint 2021 év végére legkésőbb el is készül. Folytatódik a Baranya Segít elnevezésű program. A megyei közgyűlés elnöke által indított akció keretében a frontvonalban dolgozóknak kedveskednek finomságokkal vagy egészségügyi felszerelésekkel. Őri László ezúttal a Pécsi Szívgyógyászati Klinika ápolóinak adott át egy csomagot, egyben háláját fejezte ki munkájukért az Ápolók Napja alkalmából. Kávéval és egy kávéfőzőgéppel lepte meg a Pécsi Szívgyógyászati Klinika dolgozóit a Baranya megyei közgyűlés elnöke az Ápolók Napja alkalmából. Őri László néhány hete indította el a Baranya Segít elnevezésű programot. Ennek keretében már a Pécsi mentőállomáson és a polgárőr egyesületekben szolgálatot teljesítőknek is kedveskedtek finomságokkal és egészségügyi felszerelésekkel. Az elnök beszédében elmondta, a koronavírus miatt kialakított ellátóközpont mellett a nem COVID fertőzött betegek ellátása továbbra és ugyanolyan fontos. Őri László hozzátette, a nemrég kialakított két sürgősségi intenzív osztályon látták el ezeket a pácienseket. Az egyik ilyen intenzív osztálya szívgyógyászati klinika intenzív osztálya volt, a másik pedig az idegsebészeti klinika intenzív osztálya volt. Ezért tartom fontosnak, hogy most az Ápolók Napja alkalmával köszönetet mondjunk a baranyai egészségügyben dolgozó orvosoknak, mindenek előtt ápolóknak. Ez a feladat komoly kihívások elé állította a szívgyógyászati klinika dolgozóit, mondta az intézmény ápolási vezetője. Ferk Imola kiemelte, meg kellett emelni az intenzív terápiás részleg létszámát, hiszen a sebészeti szakmáknak a szívklinika biztosította és biztosítja továbbra is az intenzív ellátás hátterét. Ez nagy feladat volt a számunkra, a klinikánk részlegeinek kellett a szakdolgozóit átcsoportosítanunk, mint belső képzéseket, mint külső képzések után tudtuk ezeket a dolgozókat az intenzív betegágyak mellé a magasabb kvalitású feladatok ellátására beállítani. Az eseményen elhangzott, ezen a héten zajlik országszerte a lakosság tesztelése koronavírusra. A szakemberek és a megyei közgyűlés elnöke is arra biztatja a pécsieket, baranyaiakat, hogy akik kaptak meghívót a KSH-tól, azok, ha tehetik, vegyenek részt a szűrésen, így is segítve a vírushoz kapcsolódó vizsgálatok sikerességét. Pénteken újra nyit a Balatonföldvári hajózástörténeti látogatóközpont és kilátó. A kedvelt turisztikai központnál ugyanakkor biztonsági előírásokat vezettek be, és egyelőre a moziterem is zárva tart. A vidéki enyhítéseknek köszönhetően a hétvégétől nyitva lesz Balatonföldvár legkedveltebb turisztikai célpontja. A látogatóközpont munkatársai nagyon várták már az újranyitást, ugyanakkor számos biztonsági előírást kell majd betartatniuk a turistákkal. Más lesz, egyrészt a látogató számokat tekintve, nyilván nagy tömegeket továbbra sem tudunk fogadni, és biztonsági előírásokat vezettünk be mi is hasonlóan a többi látogató központhoz. Ilyen lesz például az, hogy kötelező lesz a szájmaszk használata, a másfél méteres távolság betartása és a belépés előtti kézfertőtlenítés. Van olyan szolgáltatás, amit sajnos ezektől függetlenül nem tudunk megnyitni, ilyen a moziterem, az még egy kicsit várat magára, de a kilátónkban üzemelő kávézó szintén fogadja a látogatókat, olyan megszabással, hogy csak a teraszon lehet majd a szolgáltatásokat igénybe venni. A kényszerű zárvatartás alatt a látogatóközpont kisebb karbantartási munkáit is elvégezték, és néhány újdonsággal is találkozhatnak majd a látogatók. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Kiemelten ellenőrzik a zebrákat a rendőrök, minden harmadik gázolás gyalogos átkelőhelyen történik. Elismerték a szolgálatot, átadták az év szekszárdi rendőre díjakat. Járvány idején több a szemét, a szekszárdi hulladékszállításért felelős szolgáltató azt állítja, hogy ura a helyzetnek. Hullancs szezon, egyre többen kérnek védőoltást a vérszívó által terjesztett betegségek ellen. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, de időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Délután kisebb záporeső néhol előfordulhat, éjszaka viszont már kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!